Itt van telefonon velünk Volner János, a Mi Hazánk Mozgalom politikusa. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok, üdvözlöm! Volner úr, ön ugye ellene van az új túlóra szabályoknak, ellene is szavazott a parlamentben. Azt mondja, hogy jogos a munkavállalók felháborodása is. A Mi Hazánk Mozgalom még sincsen ott a Kossuth téren, mégsem támadtak rendőrökre, nem füstbombáztak a külföldi fiatalokkal együtt. Miért nem? Azért, mert mi nem vagyunk hazaárulók, Velkovics úr, hát azért gondoljon bele abba, hogy a DK-val, a Párbeszéddel, a liberálisokkal, különböző hasonló anarchista csoportokkal, vörös zászlót, vagy éppen anarchista jeleket lengető csoportokkal mi soha nem fogunk együtt tüntetni. Hozzáteszem, nem is fogjuk megrongálni úgy, mint ezek a rászoruló gyerekek szánkóit, nem fogjuk tönkretenni a nemzet karácsonyfáját, mint ahogy ezek tették, és nem fogjuk azt sem megtenni, amit ezek tettek, hogy az egyébként békésen álló rendőrökre rátámadtak, és különböző eszközökkel megdobálták őket, könyvgázsprével fújták le őket, ez engem mélyen felháborít. Hangsúlyozni szeretném, én nem a tüntetésnek vagyok ellene. Az egy demokratikus kifejezési formája az elégedetlenségnek, és szerintem most ebben az ügyben a munkavállalóknak, ha fel vannak háborozva, akkor igazuk van, én sem értek egyet a kormány szabályozásával, de ez nem vezethet erőszakhoz, nem vezethet anarchiához, nem vezethet oda, hogy egyesek már a Szent Koronát akarják kihozni és megbecsteleníteni. Alelnök úr, ön vagy önök hogyan képzelnék el a nemzet önvédelmét, mondjuk ha a Szent Koronáról van szó? El is mondtam Velkovics úr ma a Facebook oldalamon, hogy ha azt látjuk, hogy a rendőrség nem lesz elegendő, egyelőre nem tartok ettől, hiszen azt látom, hogy a rendőrök rendkívül higgadtan, talán túlságosan is türelmesen, nagyon visszafogottan, simán urai a helyzetnek. De ha azt látjuk, hogy a Szent Korona veszélybe kerül, vagy azt látjuk, hogy ez a baloldali csürhe valamilyen komolyabb eredményt ér el, akkor be fogom riadóztatni a betyársereget, ki fogunk menni 300 emberrel a Kossuth térre, és segíteni fogunk a rendfenntartóknak a rendteremtésben. Ezt 5 perc alatt körülbelül a Kossuth téren meg tudjuk ezekkel a képzett emberekkel oldani. Volner János, köszönöm, hogy elmondta mindezeket.